egy ilyen 600 négyzetméteres területet fogok elvetni kukoricával. Még nem öntöttem bele. Csak kettő tagot raktunk föl, vagy kocsit, mert elég pici most, kevés a magmennyiség, ugye mechanikusan rakja ki a magot. Megmutatom. Ott van bent. Na, most itt a lánc pörög. Szépen hozza fel a magot, és ott löki ki. Mindjárt beletöltöm. 75 centi sortáv. Aztán akkor betés van. Lovak meg jól érzik magukat. Maradni, biztos maradni fog kukorica. Kicsit többet vettem. De nekünk erre pici terület. Megpörgetem a kereket. Elméletileg szednie kéne. És majd megmutatjuk is. Megnézzük ezt is. Remélem elég hosszú lesz ez a... És nem. Most kifolyt. Lassan megyek vele, mert volt olyan, hogy egy kicsit gyorsabban mentem, aztán tőhiányos lett, úgyhogy szépen nyugodtan. Nem egy nagy terület, 600 négyzetméter, szépen nyugodtan, jó idő is van, nem kell kapkodni.
Lucerna volt ide vetve, 4-5 évig volt benn, körülbelül. Nem egy olyan hú, de jó lett a talaj, sok a gyökér maradvány. Sok videót nem tudtam csinálni, mert siettünk, hol fújt a szél, mind a vállat, hol esett az eső, aztán hátul ülni nem egy de jó dolog, nem akartam még húzni vele az időt, hogy még kamerázok is. Kellett raknom a vetőkocsit másik oldalra, hogy szomszéd felől el tudjunk vetni. De volt egy segítségem, az utolsó sorban a kislányom segített. Élete első kukorica vetése meg volt. De azt nem vettem föl. Na, sziasztok! Akkor már ennyi lenne.